Sziasztok, srácok! Megjöttünk a kóstolóval! Hello, sziasztok! Boldog új évet mindenkinek! Bujék! Bujék! Remélem, mindenkinek jó tehát az új éve, amilyenk az alvósan. Jep. Évfél után lefeküdtünk, és inkább ennyi volt az ünneplés. Nálunk egyébként a szilveszter általában úgy szokott kinézni, mert az esetek 99%-ában dolgozunk, és egyébként sem nagyon szoktuk ünnepelni a szilvesztert, úgyhogy most ez is ilyen. Úgy, az a föld születésnapja nem a miénk, úgyhogy. És nem is a születésnap, csak ment egy tenger körül, úgyhogy mármint a nap körül, úristen, ezt bárki majd, jó? Roli, földrajz 1-es. Földrajz 1-es. Köszönjük szépen. Szerintem maradjunk most a kóstolónál. Igen, maradjunk a babnál. Ez nem csak bab, igazából. Aki nézte az előző néhány részt, annak ismerős lesz belőle egy-két dolog. Én félek tőle. Én is egy kicsit. Amúgy ez egy nagyon mindennapi nyári filippin ilyen lehűtő édességféle. Igazából annak egy adalékanyaga, tehát ahogy olvastuk, ezt ilyen jégkásához szokták adni, teljes mixekhez szokták adni, meg jégkrémhez szokták adni, az igazából ilyen hideg desszert. Olyasmi, mint nálunk otthon a gyümölcs saláta, csak ők ilyeneket raknak bele. Ők raknak bele édesített babot. Igen. Ki az, aki édesített babot eszik? Tehát ebben van kétféle bab, ebben van a coconut gel, amit egy előző kóstolónkból már ismerhettek, hogyha nem, akkor a link az ott lesz, vagy lent lesz, lent biztos, hogy lesz, link ott nézzük. Fönt soha nem tudom, hogy melyik oldalon jelenik meg, szóval majd ott a sarokban látjátok, de lent biztos, hogy lesz, van benne ez a palm fruit, ez a pálmagyümölcs, olyat is kóstoltunk, igen. A jackfruit, olyat is kóstoltunk. Macapuno, az mely? A jackfruit, az a János gyümölcs. Az a János gyümölcs. A macapulco, az... Macapuno. Arra nem emlékszem, szerintem azt lehet, hogy nem kóstoltunk. Arra ismerős a nevedemet. Ha kóstoltuk, az annak a linkje is ott lesz lehető. És hirtelen nem tudom, olyan fura nevek vannak. Nem mindegy, szóval ez annak a kombója, és ugyanúgy cukorszirupban. Tehát... Jihá! Tehát ez itt több réteg, leszered róla a papírt, hogy meg tudjuk. Igen, amúgy a neve az, hogy haló-haló, hogy mondhatják szerintem a filipinul? Haló-haló! A szó maga azt jelenti, hogy valami keverék. Úgyhogy... Mix a match. Ma Roli is the fact man. Igen, Roli megtalálta a Google-t, meg a Wikipédiát. Ajánlom, nektek is szeretjük. A közepe ez ilyen átlátszó... Gél. Átlátszó, ez az átlátszó kokonát gél cucc, ilyet már kóstoltunk az előző, mert ilyen kókusz zselé. Nekem olyan fülembe. Jézus, belekémált a fülembe. Nem, ilyen hangos azokra mindig beszélni, te felé lehet fülembe. De ilyen közelről, gyereke, megsiketültem. Nem, csak ilyen tőtornál. Szóval igen, a kókusz gél, ugye mint kiderült, amikor vágtam azt a bizonyos videót, a kókusz gélt azt nem is a kókusz húsából csinálják, hanem a kókusz vízből. Fermentációval. Tehát az elég undorító, így utólag belegondolva, de mivel már ettünk ilyet, így effektíve oké. És az ízéből már tudtam, hogy szerintem már ettünk ilyet, tudod, az otthoni trópusi gyümölcs konzervekben is szerintem van valami hasonló. Legalábbis az íze, az nagyon hasonló volt. Nem tudom. Érdekesen néz ki, az biztos. Ez ugye három réteg, úgyhogy ki fogjuk önteni, hogy mindent meg tudjuk. Kukába. Végül valószínűleg, igen. Hogy ugye meg tudjunk kóstolni mindent. Roli, légy férfi. No. Not gonna happen. Az azért van ilyen. Oké, okay, a tete, a macapuno, tudom mi a macapuno. A macapuno azok a kókusz csíkok. De utélek. Ami a mutáns kókusz belsejében nől. A mutáns kókusz. De ez tényleg ez egy ilyen fejlődési rendellenesség. A Rui cica ki akarja vadászni a macska mentát a dobozból. Pontosabban a fiókból. Úgyhogy ha furcsa hangokat hallotok, az a macska. Elnézést kérünk. Oh, holy shit!
Na jó, ez nagyon undorító. Ó, bazdmeg, jó, hogy mindjárt hányok. Hangja is olyan, mint amilyen az íze lesz, én úgy érzem. Ugye a cukorszirup miatt ilyen nyúlós cucc egyébként. Amúgy sem vagyunk olyan, olyan határozottan cukorszirup fanok, szóval inkább a gyümölcs cukrot szeretjük. De még a szaga is rossz. A szaga az ilyen prezervált, konzervált cucc. Igazából ez már, ez, ó, ez még jó, ez még csak 2022-ben fog lejárni, úgyhogy. Szóval ez egy érdekes kombó lesz. Hát hogy válaszunk bele? Válaszunk mindenből is egy kicsit, összekeverem. Na, no, de ne már. Egyébként ez a, ez a kókuszgél... Ott a jackfruit. Ott a János gyümölcs. Igen, a János gyümölcs. Tehát ez a kókuszgél, ez egyébként tök jól néz ki, mert úgy néz ki, mint egy zselé kocka. Amely igazából az is, csak ugye biológiailag előállított a egysejtű... A macskapakon. A egysejtű baktériumok által gyártott melléktermék. Hát igen, már amúgy az otthoni zselé, az zselé, az miből van? Disznócsontból. Úgyhogy... Inkább legyen kókusz baktérium zselé. Okay. Én egyesével leszem. Legyen a zselé először. Ezt már kóstoltam úgy, hogy megeszem. A babra nagyon kíváncsi vagyok, milyen lehet az édes bab. Hát ez nagyon... Ez kemény. Nincs megfőzve. Amúgy a bab kemény. A kóz... Fúj. Az állag az van hihetetlen undor. Ez a kurva. Ez kókuszkocka, ez a borzalmas. A kókuszkocka, ez tényleg nincs megfőzve a bab. Ez csak bele van ásztatva a cukorszirupba, majdnem roppan még. De fincsi. Most jól leszi. Miért? Az utolító. Elnézést. Ezt belekerült valami a kezembe. Kókusznak az egyik fele, volt ez a kókusz belsében növő szar, ez a hosszúkás, ez megakadt a torkomon, az egyik fele lent volt, a másik Te jó vagy! Olyat még nem is ettem, várjatok! Oké, itt van egy darab belőle. Ez már annyira fos volt, egy Jézusom! Megjön az a nyúlós udorító. Legalább meg lenne főzve a bab, szerintem attól egy kicsit jobb íze lehetne. Fúj, ennek nagyon rossz íze volt! Ennek olyan penészes íze van, bazeg. A makapunulat. Fúj. Egyébként a cukorszirup átvette az ízét a mindennek is. Igen, igen, szóval mindennek nagyjából cukorszirup íze van főként. Nem, ez a dohos, a penészes pizza szag, meg íz, meg... És a baba a nyers. Az nyers volt meg. Nyers cukros bab. És azt szeretik be. Lehet, hogy így nyilván jobb. A fehér bab az még rosszabb. Azt a kurva. Miért? És rettentően édes, de valami hihetetlen, brutál módon édes. Ilyenkor rájövök, hogy mi magyarok kitaláltuk a bablevest és a babfőzeléket. Áldom az eget, hogy nem ilyen cukrosszal találtunk ki, gyerekek. Esküszöm. Miért? Ráadásul ez a kókusz zselé, ez kemény. Tehát azt hinnéd, hogy ez puha. Ez olyan puha zselé ízű, nem? Nem, ez kemény. Tehát szó szerint kemény. És olyan... Mert érdekes a textúrája. Olyan, mint hogyha ha csizmatalpat rágnál egyébként. Of course, fotobomb! Cica nem kapta meg a macska mentáját, úgyhogy most jön hisztizni. És ilyen nyúlós, a fele az puha, nyúlós, de egyébként nagyon kemény. Mire hasonlít az állaga? Nem tudom, jó, nem, érdekes.
Én arra hasonlítanám az állaga, szerintem leginkább, de még az is van, amikor ilyen húspótló szóját ettem. Igen, de hogyha azt megfőzött, az puha. Aha. Nem is tudom. Érdekes, az biztos. Nem tudom mi ez. Szó szerint kemény, tehát olyan kemény, hogy nem bírom összenyomni. Ez nagyon undorító. Ez az. Azért, ha tehetetek, próbáljátok ki. Ne. Hello, hello! No. Hello, hello! No, ezt nem javaslom. És ez filippin csemege is, ezt ők nagyon szeretik. Ami... Oké. Kicsi kis furák is. Érdekes, ez... minden. Figyelj, legalább megkóstoltuk most már, ezt is tudjuk, hogy ez fos. Úgyhogy a következő kóstolókra vannak érdekes dolgaink. Még tartogatunk néhány érdekes. Vannak még nagyon durvák. És találtunk Hastingsben egy kínai áruházat. Úgyhogy lesz még tájkaja. És kínai, meg japán, minden. Lesznek még fura dolgok, srácok. Ez eddig a legrosszabb azok közül, amit kóstoltunk. Pedig erre azt hittem, hogy jó lesz. Én azt hittem, hogy csak édes lesz, és így oké lesz, de ez retek undorító. Ez nagyon undorító. Az, hogy nincs megfőzve benne a bab, ez egy hatalmas törés volt nekem. No, ez nagyon rossz. Úgyhogy akinek van bab, és meg szeretnék osztani, rakjátok bele cukorszirupba, úgy kb. 5-7-re, de szerintem inkább csináltok belőle babfőzeléket, vagy babgulyást. Jobban jártok. Sokkal jobban jártok. Egyébként, hogyha van bármi ötletetek, hogy mit kóstoljunk meg, írjátok meg nekünk itt a komment szekcióba, vagy pedig elértek minket Facebookunkon és a Discordunkon is, minden linkünk ott van lenn, és hogyha tetszett, amit láttatok, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek többet látni, iratkozzatok fel, ne felejtsétek megnyomni a harangocskát a feliratkozás gomb mellett, hogy értesítést kapjatok a következő videónkról, mert heti 7 videót töltünk fel a YouTube-ra. Úgy bizony, és hetente 5-ször streamelünk Twitch-en is, aminek a linkje szintén a leírásban van. Ebből heti 4 nap általában játszunk, és szombatonként minden délután 1 órától főző show a Twitch-en. Igen, a Twitch-en. Szóval értedek. Én csak arra tudok gondolni, hogy elmegyek fogadmosni, srácok, esküszöm komolyan, tehát az agyam az így No, igen, a beosztásunkat megtaláljátok ugyanúgy a Discordunkon, Facebookunkon vagy a Twitch-ünkön, link a leírásban, ahogy már mondtuk. Gyertek, szeressetek minket, keressetek minket. Sziasztok! Sziasztok! Még egyszer! Halló! Fogmosás!